ha elindulsz az úton, nem tántoríthat vissza semmi. Ne higgy annak, aki azt mondja, nem vagy képes. Küzdeni kell. Menni és kitartani. Szembenézni a félelemmel. Felfedezni az erőt magadban, és harcolni. Ne mondd le az álmaidról, mert nincs lehetetlen. Csodákra vagy képes, ha hiszel benne. Laurával igazából egy közösségi portálon találkoztam, teljesen véletlenül egy ismerősöm kirakott róla egy nagyon pici információt. Én azóta nem tudok más csinálni, mint amit csinálok. Egészséges baba volt, semmi probléma nem volt vele, evett, ivott, mászott, bár éppen állni akart, és orvoshoz elkezdtem viszegetni. Elküldtek egy ultrahangra, egy koponya ultrahangra, és ott azért kitudódott az, hogy csontika tolódogan ott van a fejében. Az MR-en kiderült, hogy az egész agyat érinti, és végül is ott a helyszínen mindjárt le is mondtak róla. És hát az orvos nagyon aranyos volt, mert annyit mondott, hogy nagyon szép gyermekkoporsók vannak. Laurának annyi esélye van a teljes felépülésre, mint neked végigmenni az Ironmanen. Igazából, amit teszek, az elég álomszerű és valótlannak tűnik. És itt, ahol most vagyok, még nekem is annak tűnik. De van egy elképzelés a fejemben, aminek a végén tudom, hogy tudok segíteni rajta. És nem azzal, hogy én végig kilódom és hogy leküzdöm a félelmeimet, mert az elég sok van ma még. De azt gondolom, hogy az utolsó percben, amikor beérek, akkor a megoldás már ott lesz. Beraktak mellé egy agresszív autista nagy fiút, két 40 fokos lázzal, rotavírussal fertőzött kettő kicsit, és hát délután egy órára már ő is elkapta a rotavírust, úgyhogy mentünk az intenzívre. Reggel hajnalban, akkor mindjárt el is kezdték a műtétet. Utána átkerültünk egy-másfél hónap múlva az onkológiára, ott elkezdtük a kemoterápiát. A 9. kezelés után akkor úgy döntöttek az orvosok, hogy most már próbálkozunk meg egy őssejttranszplantációval. Egy sima kontroll MR vizsgálaton kiderült, hogy újra daganat, és hát újra akarták a csontvelő transzplantációt, amit már nem engedélyeztünk. Hát onnan már nem jött volna az. Ha úgy gondolkozol, mint egy gyerek, képzeleted felszabadul, és elérheted az álmaidat. Amikor eldöntöttem, hogy elindulok az Ironmanen, teljesen más volt az elképzelésem arról, hogy fog Laurának segíteni. De láttam, hogy az emberek abszolút közömbösek a dolgokkal szemben. A félelmek, amiket én fejben úgy döntöttem, hogy elképzeltem, hogy majd leküzdöm a víziszonyom, vagy ugye megtanulok úszni, az fejben sokkal könnyebbnek tűnt, mint a gyakorlatban. Hát ez az a dolog, amit nem lehet abba hagyni. Elég sokan érdekes módon, amit nem értek, próbálnak lebeszélni róla, hogy ez nem az én dolgom. De hát volt egy orvos, aki ugyanilyen mondatok ellenére nem mondott le Lauráról.
életemben, de még álmomban se gondoltam azt, hogy őt elveszíthetem. És valahogy, hogyha, nem tudom, valószínűleg ez adott erőt. Hogyha én nem bízok benne, akkor kibe bízhat? Ha én nem vagyok erős, akkor ő honnan? Muszáj. Ennyi. Nincsen titok. És mi adja ezt az erőt? Anya vagyok. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok családot láttam szétmenni betegség miatt. Akár kisebb betegség, akár másfajta. De nem tudom, az ő apukája az olyan, mint én. Az én apám is elhagyott engem. Mi nem véletlen vagyunk együtt. Nem véletlen, hogy a labura minket választott. És mi azért vagyunk, hogy őt támogassuk. És olyan meg se fordult a fejünkbe, hogy szétmenjünk. Szóval ez csak erősít. Ennek a kislánynak az egész élete, az egész eddigi élete olyan kínokból állt, ami ez az enyém, hogy én megpróbálok átúszni majd egy tavat, nevezzük így, 3,8 kilométert leúszni, vagy hogy megtanuljak úszni, ez ahhoz képest semmi. Vagy hogy utána letekerem azt a 180 kilométert, ami persze nekem nagyon nehéz lesz, és utána lefutni a maratont, el sem tudom képzelni, hogy hogy fogom végigcsinálni, de pont ez motivál, hogy neki az eddigi életében semmi más nem volt, mint ez a kína. Ez a küzdelem, ő még nem is ismeri az életet, az igazi életet. Nekem volt esélyem látni mindent. Úgy kezdjük a reggelt, hogy először is megpróbálom Billire ültetni, mivel hogy még pelenkás. Utána a reggelizés jön, az ugyanolyan, mint bárki másé. Ami plusz, az a gyógyszerelés. A minden áltott nap a gyógyszereket összetörni, a gyógyszereket előkészíteni, mindig mosott kanál, mosott csésze, szóval megvan minden gyógyszernek a mennyisége, a kimérése, a doboza, a csészéje, azt minden áldott nap kétszer kimosni, fertőtleníteni, hogy abba a következő adagot ezt bele tudjam tenni. Akkor ennek a beadása, és hát ami gond, az nálunk a mozgás, hogy ő nem tud magától járni, ezért folyamatosan felügyelni kell rá a nap 24 órájába, úgyhogy ott kell lenni, fogni a kezét, és ehhez nagyon-nagyon sok türelem és idő kell. Ennek a medulloblasztomának eleve 5 éves túlélése az nagyon-nagyon csekély. Az, hogy mi várható? Hogyha ügyesek vagyunk, és tényleg minden energiánkat beleadjuk, és segítünk neki, akkor teljes értékű ember lesz belőle. Igazából csak annyit szeretnék, ami minden egészséges embernek megadatik. Egyedül vagy valaki mással látni a napfelkeltét. Bármit, ami szép. Mert eddig csak a fájdalmat látta és érezte. Mindenkinek joga van ezekhez a dolgokhoz. Ez nem múlhat pénzen. Valójában akik ismernek, azok tudják, hogy én sem vagyok egészséges. A sporton keresztül azonban volt esélyem gyógyulni. Csökkentettem a gyógyszeremet, jobban érzem magam. És eközben találkoztam igazából a Laurával, és közben jöttem, hogy az én betegségem az övéhez képest sehol sincsen. Van egy fájdalmas autoimmun betegségem, mely az ízületeimet és a csontjaimat támadta meg. Túl vagyok 3 gerincbaleseten, víziszonyom van,
és nem tudok gyorsúszni. Nem vagyok élsportoló. Nincs péci bringám, sem futócipőm. Egy valamim viszont van. Hitem, hogy képes vagyok végigcsinálni. Ha kell, végigmászok a célig, de beérek. Tudom, ez lesz a legnagyobb verseny.